Július 27-én átadták községünk új sportlétesítményét. A jeles esemény alkalmából futballtornának adott otthon Sajó Szöged. Igen forró szeretettel köszöntöm Önöket a nyári meleghez illően. Köszöntöm Önöket ezen a júliusi késő délutánon. Azon alkalomból, hogy itt községünkben úgy gondolom, hogy egy igen jelentős eseményre kerül most sor, hiszen az országban is ritka, de szerencsére nálunk nem, sportöltözőt avatunk. Azért mondtam, hogy ritka, mert a beruházásokat általában más területen szokták keresni, általában a beruházások a termelő beruházásokra irányulnak, vagy nyomvonalas beruházásokra irányulnak, és itt Sajószögeden mégis mi a sporthoz, a kultúrához tartozó létesítményt avatunk. Ezen avató ünnepség alkalmából engedjék meg, hogy magam és az önkormányzat nevében nagyon szeretettel köszöntsem a körünkben megjelent Kovács Tibor országgyűlési képviselő urat. Köszöntsem a képviselőtestület megjelent tagjait, Okvár Dezsőné alpolgármester asszonyt, Tóth Tamás urat, a községi testedzőkör elnökét. Köszöntsem Jencsel Gábor urat, községünk díszpolgárát. Az öltöző avatás alkalmából rendezendő futballtornán résztvevő Kassaváros Oldboy csapatát, a Maklári Sportegyesület játékosait és vezetőit, Tiszaújváros csapatát és annak vezetőit, Sajószöged csapatát és vezetőit, és minden kedves vendéget. Ahogy említettem, ritka esemény, de hála Isten, itt a településünkön mégis megvalósult egy olyan sportöltözőnek az építése, amely bízom benne, hogy nem csak a jelenleg aktívan működő sportolóknak, játékosoknak nyújt majd egy kellemes otthont, hanem a település valamennyi sportot kedvelő és azt művelő lakójának. És ebben a melegben türelmüket semmiképpen nem szeretném próbára tenni, éppen ezért a hála és a köszönet mellett mindazoknak még egyszer, akik bármilyen csekélységgel is, ha szimpátiával is, nekünk már az is jó, a szimpátiával is, de elősegítették ennek a létesítménynek a megvalósulását. És most nagy tisztelettel megkérném Kovács Tibor országgyűlési képviselő urat, hogy szíveskedjen a szalagot átvágni, majd pedig az építményt átadni Tóth Tamás elnök úrnak. Polgármester úr, Balázs, akit én már 100 éve így ismerek csak, hogy Balázs, elmondta a öltöző történetét, de egy dologról megfeledkezett, nyilván szerénységből. Nem jöhetett volna a létesítmény létre, hogyha nincs a környék egyes számú sportembere, sportrajongója, sporttámogatója, Ládi Balázs polgármester úr. Akit a környéken mindenki úgy ismer, hogy a sportnak, különösen a labdarúgásnak nagy-nagy híve és támogatója és szeretője. És hát az, hogy ez a létesítmény itt létrejött, nyilvánvalóan neki köszönhető.
nagy mértékben, és mindazoknak természetesen, akik itt részt vettek. Ez az öltöző, én úgy gondolom, hogy fontos nem csak azoknak a felnőtt és idősebb játékosoknak, akik ma itt fognak szerepelni ezen a tornán, hanem azoknak a sajószögedi gyerekeknek is, akik kedvet kapva a sportoláshoz, itt ezen a pályán kezdik el sportpályafutásukat, és hát éppen Tamás barátom sorolta fel, hogy hányan laknak itt olyanok, akiknek a gyerekeik, vagy ők maguk élsportolók voltak, vagy ismert sportolók voltak, hát miért ne lehetne számos más gyerek, aki itt indítja el a sportkarrierjét ezen a pályán. Tényleg büszkék lehetnek arra, kevés önkormányzat van, akik ilyen létesítményekre tudnak és akarnak áldozni. Persze elsősorban én úgy gondolom, hogy ez alapvetően szándék kérdése is. Én gratulálok polgármester úrnak is, és mindenkinek, aki részt vett a létesítmény megvalósításába, és legyenek sikeresek. Sikeres a helyi labdarúgó csapat is, meg valamennyi sportoló, aki ezt a létesítményt a későbbiekben használni fogja. És köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek önökkel, veletek együtt a megnyitón. És még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen. Kicsit meg vagyok hatva és meg vagyok hatódva, hiszen több éves dédelgetett álomnak a végére értünk, hiszen polgármester úr elmondta ennek az építménynek a történetét, de ennek vannak előzményei. Több alkalommal a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod megyei szövetség elnöksége megszólított bennünket, hogy méltatlan körülmények között folyik itt az öltözés, és úgy döntött polgármester úr, hogy ennek véget kell vetni, és a lehetőséget megragadva minden eszközt és személyes közbenjárást annak rendelt alá, hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk, és ennek a megváltoztatásnak a végeredményét látjuk most itt. Elvették a tisztemet, hiszen képviselő úr is, polgármester úr is mindenkinek megköszönte azt az áldozatos munkát, amely ahhoz kellett, hogy ez a létesítmény most itt átadásra kerüljön, de hagyj ismételjek, mert azt mondták, hogy az ismétlés a tudás anyja. Szeretném én is megköszönni az képviselő testület minden tagjának azt a bátorságot, hogy ebben a kicsit bonyolult gazdasági helyzetben fölvállalták, hogy ennek a létesítménynek az anyagi hátterét megteremtik. Köszönöm annak a kivitelező és végrehajtó testületnek, minden tagjának azt a munkát, amely a minőséget itt a hátul mögött reprezentálja. És ígérem, hogy a Hajószöget sportja, amely nem csak a labdarúgásból, de egyéb más területen is ma már nyomon követhető, ennek a szép létesítménynek méltó helyet és lehetőséget biztosít a továbbiakban is, és hogy a képviselő úr megfogalmazta, nem csak a jelennek, de a jövőnek is épül. Ígérem, hogy ezt a létesítményt a sportolóink megbecsülik, ígérem azt, hogy ennek a létesítménynek gazdái leszünk, és nagyon-nagyon hosszú időre szeretnénk itt a sportnak megfelelő teret és helyet biztosítani. Még egyszer jó magam is visszaszívő gratulálok Ládi Balázs polgármester úrnak, aki több minőségben is hát ennek a létesítménynek megalkotója, és hát magának az egyesületnek is, illetve a sportunknak is komoly fenntartója, és bízom benne, hogy egészséggel és tetrevágyása és ereje még sokáig szolgálja ezt a községet. Köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon szépen megköszönöm a megjelent kassai, maklári, tiszaújvárosi sportolásoknak, sportvezetőknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a mai nap rendezvényét. Hajrá, Hajószöget! Come on, 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 come on
No! Fél idő 6-0. Nem is hajtanak egyáltalán. Ellötyögnek, eltötyögnek. Gyerünk már! Gyerünk! 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 Gyerünk